Hello, hello, szia! Fantasztikus napot, bármikor is nézel ezt a videót. Hát elképesztő, esik a piac, itt a korrekció, van, aki már nagyon várt, hogy tudjon venni olcsóbban, van, aki meg azt gondolja, hogy akkor úristen vége a világnak, látjátok, piros napon van, a piac is pirosban van, úgyhogy hamarosan viszont lehet, hogy ennek a nagy lejtmenetnek vége szakad. Beszélünk az okokról, miért adja el a GBTC a... a az ETF-ben lévő részvényeket, illetve mi áll az egész mögött, hogy most uh, itt van az ETF, azt gondoltuk halleluja, erre ugye éppen egy nagy beöntés, egy nagy eladási hullámot látunk a piacon. Én Denkler Miklós vagyok, a KriptoMinds alapítója, elhozom neked a legfrissebb kriptóireket technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, web hogy ezzel edukálják az internet és a pénz, evolúciónak a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptó, úgyhogy csapjunk is bele, kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a like gombot, ezzel segíted ugye a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutass ezt a videót, egyben iratkozz fel a csatornára, harangocska, kattints harangocskára is, feliratkozás gombra és a harangocskánál az összesre, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, mindig tedd meg a saját kutatásodat az adott kriptoeszközről, projektről, Nézz utána, mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, és ennek megfelelően hozz egy jó döntést. Egy nagyon izgalmas, nagy-nagy profitokra képes iparában vagyunk, de van volatilitás, vannak csalók, szóval érdemes mindig óvatosnak lenni, soha nem teszem én a tojásaimat egy kosárban, mert hogyha az a kosár ö, elesik, akkor az összes tojás összetörik, úgyhogy én a több tojás híve vagyok, azaz portfólióban gondolkodom. Na menjünk és nézzük, hogy akkor ebből a Például akár tojás mezőből, mit látunk, hát a legtöbb altcoin masszív-masszív minuszban, de bitcoin is nagy minuszban, jelenleg 39.000 dollár alatt, heti szinten majd 10% minuszban, Ethereum még nagyobb minuszban, úgyhogy egyelőre az Ethereum kitörési kísérlet az kudarcban vallott, viszont azt gondolom, hogy 2200 dolláros áron majdnem hogy leárazás, persze jöhetünk lejjebb, és én ilyenkor tartalékolok, hogy lejjebb is tudjunk venni. Az összességében masszív esés látunk, aminek én személy szerint örülök, ki hogy van vele. Ha most érkezel a piacra, akkor azt gondolom, hogy most sokkal lejjebb tudsz venni, mint akár egy hete, vagy mondjuk két hete, például avalancsot 40%-kal olcsóban lehet megvenni, ezért nem is kellett befomozni akkor, de akár csak kárdánót is lehet 25%-kal venni, vagy szolanát is 26%-kal olcsóban venni, úgyhogy gyerekek, ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon frankó januári leárazás, amit látunk. Na de menjünk és nézzük az első hírt. Előtte viszont nézzük meg a félelem és kabiság indexet, ami ugye 50-nél van. Semleges zónában, a kapzsi és mohó zónából lejöttünk a semlegesbe. Látjuk, hogy ugye 70 körül voltunk, és leemelkedtünk 50-re. Az is lehet, hogy lemegyünk 50 alá, ha még lesz pár ilyen napunk, mint ma, de nincs ezzel semmi baj, mert mi ezt jól viseljük. Na menjük és nézzük az első hírünket, ami arról szól, hogy az FTX tőzsde felszámolója közel 1 milliárd dollár értékben ad el Grayscale Bitcoin ETF-eket, és ugye ez áll a nagy dump, illetve a nagy esés mögött, úgyhogy tudjuk, hogy az FTX egy kripto tőzsde, ami csődbe ment még 2022-ben, de ugye az egész kriptopiacra egy nagy-nagy kihatása van, és jelenleg ugye itt a felszámoló adja el a grészkében lévő részesedéseket, ezek szerint volt nem kevés részesedésük a grészkében. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy 22 millió darab grészkért részvényt adnak el, és ez ugye hozzá vezet ahhoz. Eddig is tudtuk, hogy a grayscale eladás lesz, mert a grayscale már egy működő, egy zárt, zárt végű alapként működött, ahol venni lehetett, eladni nem lehetett bitcoint, viszont ugye a részvényeket lehetett adni, aminek egyszer hol diszkontja volt, hol pedig prémiumja volt, azaz hol drágában lehetett venni a bitcoinhoz képest, hol olcsóban, attól függ, hogy milyen volt a kereslet, viszont úgy tűnik, hogy az FTX-nek itt volt egy jó nagy adag részesedés, és ezt most jelenleg az ETF formájában eladja. Szóval egyébként is a türelmetlen GBTC befektetők, akik ö, ö, szerettek volna valamiért ö, akár likviditást kapni, akár valami másoknál fogva eladni, nem csak ők kezdtek el eladni, mert az nem is lett volna olyan nagy kiáromlás ezek szerint, hanem a ö, FTX likvidátora, aki ugye azért ad el, hogy az ügyfeleknek majd ki tudjának fizetni. Remélem, hogy az ügyfelek nagy része bitcoinban kérés, akkor majd kénytelen lesz vissza venni. Úgyhogy ez van a nagy esés miatt. Hát úgy tűnik, hogy a nagy részét már eladta, sok már nem maradt, de ugye bármi lehetséges. Erről egyébként volt egy cikk már korábban, ugye ami arról szólt, hogy az FTX megkapta a bíróság jóvágyását, hogy eladhasson, ugye ez november, tavaly novemberben 873 millió dollár értékű Grayscale részesedést, de ugye most ö, lehet ezt megtenni, és ugye mivel azóta fölment a bitcoin ára, ezért ez az 1,2-1,3 milliárd dollárnyit ér, és egyébként nagy öröm látni, hogy ez Krisztián Sándor, az a Sándor Krisztián honfitársunk írta ezt a cikket, úgyhogy be is követtem őt a Twitterem. Na hát egy újabb olyan hír, aminek a piac nem örül, az, hogy az MT Gox, ami ugye 2000 2014-ben csődbe ment az első bitcoin tőzsd, ami csődbe ment, rengetegen ugye elvesztették a bitcoin nyukat, és most úgy néz ki, hogy így 10 év után azért meg fogják kapni, mert egy részét meg lett, viszont a felszámoló űr rajta már nem is tudom mióta, szóval 10 év telt el a hack óta. Most viszont úgy néz ki, hogy meg fogják kapni a bitcoinokat, illetve a bitcoin cash-eket. Ugye a bitcoin cash az korábban a bitcoinból lett elforkolva, vagy önálló új entitásként indult el, és ugye akinek volt bitcoinja, az kapott egy, egy per egyben bitcoin-t, cash-t is. A, az egész hír e, nekem azt sugalja, hogy van már egy kis esés, van egy kis negatív hangulat, Dobjunk rá egy lapáttal, hogy még inkább menjen lefele, aminek személy szerint örülök, mert legalább ledampolják. Megmondom őszintén, én bármit mondanék, nem tudnám ledampolni az árfolyamot, úgyhogy ez viszont dampolja. Azt mondja, hogy ez a disztribúció 200 ezer darab Bitcoinnak fogja kinyitni az utat a következő hét hónap, két hónapba, ami hozzájön a 600 ezer bitcoinhoz, ez nem tudom, hogy ez a 600 ezer bitcoin mi akar lenni, mert, mert az MT max 200 ezer van, a 600 ezer az nem tudom, hogy honnan veszi a, a twittelő. és még hozzájön, hogy amit a GBTC ad el, és ugye azt is megjegyzi ez a twittelő, hogy, hogy a halvinggal éves szinten csak 160 ezer darabban lesz kevesebb a bitcoin, és hogy érdekes kínálat-keresleti dinamikák fognak jönni. Szóval ez az egész, ez megint nekem nagyon olyan szagú, vagy olyan ízű, hogy dampolni akarják ezzel a piacot. Egyrészt ugye hiába kapnak majd 200.000 bitcoint, az Mt. Gox károsultak. Most gondold el, hogyha a 10 éve, nézzük meg, hogy hol volt a bitcoin 2023-ba, vagy 2000, bocsánat, nem is 2023-ba, 2014-ben, akkor ezt nézzük meg egy BRX csárton, hogy hol volt a bitcoin. 2023-ba. Jó. Tudod, mint ne is itt nézzük meg, hanem a szivárványos csártom, mert akkor itt nagyon át kell mindent állítanom, úgyhogy nézzük csak meg a szivárványos csártom. Na hát itt van a szivárványos csártot blockchain blockchaincenter.net-en te is elérede, tehát ez volt az Gox. a bitcoin a körülbelül majdnem, hú, majdnem 1000 dollár volt 2014-ben a bitcoin, azt a mindenit, leesett és ugye lement egészen 100 dollárig, úgyhogy ez volt ez a nagy-nagy esés, ami az MTOx csődje után jött. Most gondold el, hogy akik ott, ott volt a bitcoinjuk, hogy ők, ők lehet, hogy vették 100 dolláron, fölment nekik 1000 -ig. most ők azért látták azt, hogy ez a 100 dollárból lett 69 ezer is, szóval valószínű, hogy valamennyit azért ki fognak kesselni, és hogyha nagyon kis részét, most gondold el, ha te, neked volt, nem tudom, 50 bitcoinod, és azt most vissza fogod kapni, abból nem tudom, visszakapsz, lehet, hogy 30-at vagy 40-et. Most akkor mind a 30-40-et nem fogod eladni, nem fogod az aranytojás tojó tyúkot a vagyonodat eladni, ami látod, hogy hogy ment föl, és hogy fog még fölmenni, de lehet, hogy azt mondod, hogy kaptam 30 bitcoint, hát akkor lehet, hogy hármat eladok, és bum lesz, nem tudom, 140, 150 ezer, vagy 120 ezer, 150 ezer dollár, és abból elutazunk, és jól érzem magam meg, felújítom a házat, vagy éppen cserélek egy lakást, vagy bármi más, mondjuk 150 ezer dollárban lehet, hogy Amerikában nem cserész lakást, de Magyarországon igen, úgyhogy szerintem ez fog történni, és a maradékot tartani fogják, de ez az én privát véleményem. Írd be, légy szíves a csetbe, hogy szerinted, ha, illetve hogyha te MTGOX károsult lennél, és most hozzájutsz egy rakat bitcoinhoz, akkor hány százalékát adnád el? Hány százalékát? Persze, ha valakinek egy bitcoinja van, akkor eszeágában ne jusson, legalább egy bitcoin tartsál meg, egy bitcoinod maradjon meg, hogy ö, ö, ugye ezzel a jövőben el tudjuk azt érni, amikor a bitcoin egy millió dollárt ér, akkor ugye meg tudjuk ezt ünnepelni, de írd be a csetbe, hogy te hány százalékát adnád el, ha mondjuk lenne maradjuk a példánál, lenne mondjuk 50 darab bitcoinod, ami abban az időben nem volt egyébként egy olyan húden nagy összeg dollárban, meg forintban sem. Na nézzük, mi ez a három ö, bika piaci narratíva 2024-re, amiről még valószínű, hogy nem hallottál, én se hallottam, vagy egy-kettőről hallottam. Az egyik, hogy jönnek ezek a különböző ö, layer 3 megoldások, ami már egy layer 2 megoldáson indul, Jönnek az úgynevezett szuper, szuperláncok, láncok és láncfejlesztői toolkitek, azaz eszközök. Ez olyan, mint az sdk csak CDK-nek hívják. Ez ugye elindult a Polygonon, Arbitrum, Optimism, ők ugye erre már mutattak példát, például a BASE láncot, amit a Coinbase fejleszt, az ugye az optimism a, a, az ilyen sdk vel vagy CD, CDK-esszel fejlesztették, nem az a lényeg, mi a nem, hanem az a lényeg, ezek egy ilyen fejlesztőket segítő eszköztár, olyan, mint részben ilyen plug-and-play, úgyhogy érdekes lesz ez az egyik narratíva, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni az ilyen applikációcsénekre, szupercsénekre, egyebekre, layer 3-akra, valamint ugye a bitcoinon tudjuk, hogy mennek az ordinalszök, a bitcoin satoshikhoz valójában NFT-ket lehetett kötni, ami a bitcoin eterizációját, azaz mutatja, és ugye most több Bitcoin Layer 2 megoldás STX, ugye, amit kereskedtünk végig a Patreonon, jönnek újak. Most jön ugye a Satoshi VM, ez is egy Bitcoin Layer 2 megoldás, elképesztően indulnak meg a Bitcoinon a Layer 2 megoldások, és ez lehet egy új narratíva, valamint a digitális ö, ö, személy azonosság, vagy digitális azonosítás, ami ugye persze a, a, pénzetnél jegybanki pénzeknél ezt majd tervezik, de addig is egy-két helyen használt vehetjük, és például pont tegnap csináltuk a Patreonon a Linea Airdropot, amiben azt kellett igazolnunk, hogy emberek vagyunk, már nem is tudom, hogyan igazoltuk, mert annyi, annyi feladat volt az AirDrop-ba, de itt van a Patreonon elérhető lépésről lépésre, hogy a Linea blokkláncon ugye Airdropot kapjunk, és ott is a Proof of Humanity-t kellett ö, igazolni. Szerintem tegnap este egyébként be is tettem ezt a telegramról, úgyhogy akár te is meg tudtad csinálni. hogy ott is ö, kiment egy figyelmeztetés. Na nézzük! Trump elnök elindult ugye választási hercehurca, és ugye van egy tanácsadója, Vivek Ramaswami aki ugye kifejezetten a kripto vonalat próbálja így a republikánusok ö, berkeiben előre tolni, és ugye azt mondta ö, a Trump elnök jelölt egy beszédben, hogy soha nem fogom engedélyezni a Nemzeti Bank ki digitális pénz létrehozását, mert ez a, ez valójában lehetőséget adna a központi kormánynak, hogy az emberek pénzét teljes mértében kontrollálja. És ezt nem akarja megengedni, örülne neki, végre mondott valami jót is, viszont ugye tudjuk, hogy a másik oldal, a demokraták viszont nagyon-nagyon szeretnék, ha lenne egy e, ilyen pénz, amivel ugye mindenkit kontrollálni tudnak, mert ez a politika és a kormányok legfőbb célja, hogy mindenkit kontrolláljanak. Persze ezzel, hogy most az emberiség egy kicsit emelkedik, ez egyre nehezebb lesz, illetve egy idő után azt gondolom lehetetlen, de ez majd egy másik fórumon beszélünk róla. Ugye múlt héten volt Davos, nem, mette, nem messze voltam egyébként Davosztól, csak Ausztriába, de nem volt kedvem átugrani, mert úgy gondolom, hogy ami ott zajlik, az nem, nem feltétlenül jó ö, minden szempontból. Ott voltak ö, nagy kriptos emberkék is, de ott volt a hagyományos pénzügyi szektor, és a J.P. Morgan vezére, Jamie Dimon mit csinált? Lehetőséget kapott, élőben közvetíti a CNBC. Te mit csinálnál, akkor, hogyha CNBC téged élőben közvetítene, és eljutnál több millió nézettséghez. Hát ő azt választotta, hogy a bitcoin szidja. Ez volt a legjobb szórakozás, hogy a bitcoin szidja. Viszont tudjuk azt, ez nem az első eset, hogy több alkalommal, amikor Jimmy Diamond a bitcoinról negatívan kommentel, akkor a JP Morgan veszi a bitcoint, akár spekuláció célra, akár az ügyfelei céljára, úgyhogy veszi. És amivel egyébként szinte az egy nonsens, teljesen lényegtelen és nem valós, hogy mondjam, frázisokkal. Na, ennyit így a, a poén kedvéért, így a végére, mármint a hideg végére, de menjünk tovább is, nézzük, hogy mi zajlik a Twitteren. Minden, ami a Kriptoman történik, Twitteren zajlik, úgyhogy csinálj egy fiókot magadnak, és gyerek, kövess be, Kukac Miklós Denklert, itt a harangocskánál be az összeset, és nézzük. Jön a polkadotnak! rengeteg-rengeteg upgrade-je uh, lesz, át fog térni egy teljesen új rendszerre, viszont aminek mi nagyon örülünk, ugye, hogy a mozaik blokklánc, az a polkadott paracsén, Ként jön létre, a polkadoton épül, és ugye a DeFi átjárhatóságot fogja biztosítani, és ez a DOT, illetve a mozaik kapcsán nekünk mind-mind nagyon tetszik. Egyébként itt a végén mondja ezt be, ide úrunk. But he wanted this, and I'll give him full credit for it, very I will never allow the creation of a central bank digital currency. Uh -huh. And this... szóval, úgy legyen, köszönjük. Oké, okay. na, a spot bitcoin ETF-ekkel mi a helyzet? Körülbelül 100 ezer bitcoin került be a spot uh, ETF-ekben, ez 4 milliárd dollárt jelent a 9 új versenyzőnél. Egy gond van, hogy ugye a grayscale viszont van egy kis uh, kicsorgás, de egyelőre azt látjuk, hogy a egy hete megy, vagy talán kettő, inkább egy, azt hiszem egy hete, nyolc napja, egy hete megy a, a Bitcoin ETF, és meg fogjuk látni, hogy megelőzte az ezüst ETF-et, megelőzte az ezüst ETF-et, megelőzte. És csak, nem csak, elképesztő mennyiség 4 milliárd dollár érkezett be, míg korábban a Bloomberg azt mondta, hogy 10 milliárd dollár fog jönni egész 2024 alatt. Gondold el, a Bloomberg az ITS specialista és majdnem fele annyi bejött egy hét alatt, mint a Bloomberg egész évre gondolta. A Galaxy Digital azt mondta, hogy 13 milliárd dollár fog jönni, úgyhogy ez a hétkereskedési nap alatt 4 milliárd dollár jött be, ennek egy óriási lánykot és megosztást, és továbbiakban is a többibe áramlik be, és mindez még úgy, hogy a pénzügyi tanácsadók, akik ezt valójában árulni fogják, még most vannak kiképzés alatt, még neki sem indultak, és nekik van papírja, papírjuk, hogy pénzügyi tanácsadók. Na nézzük, hogy miért lesz ez a mostani a legnagyobb, illetve a, az aranybika piac, azért, mert 2024 a regulációról fog szólni, 2025 pedig a reguláció kikényszerítéséről. Azt mondja itt a, a Crypto hogy a a harmadik világbeli országok, a fejlődő országok lesznek, a fejlett országokká fognak válni, ők lesznek a, 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 az el, első legfejlettebb országok, és értem szerint a, a, jelenlegi fejlett országok vissza csúsznak, úgyhogy most tankoljunk be, mert ez lesz a legnagyobb bika piac szerinte. Akár ugye a harmadik országok menteni akarja, vagy a, 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 jelenlegi top országok, e, Európai Unió, Amerika, Japán menteni akarják a pozíciójukat, és elképesztő likviditást tolnak a piacra. Na, úgy néz ki, hogy visszajött a launchpad ideje, a leginkább itt mi a cd t szeretjük, de Binance, BSC pedig, illetve több launchpad is foglalkozunk. A launchpad hogy mit, hogyan kell részt venni új projektekben, amivel ugye több százszoros profitot lehet csinálni, jó esetben, van csak tízszerest, azzal sincs semmi baj, az a Patreonon tesszük közzé. És nézzük a híreket, összefoglalva. Itt van, hogy az Ethereum, vagy a Bitcoin ETF-ben közel 4 milliárd, valószínűleg hogy így keverték össze az első nap, hogy miért az Ethereum ára ment föl, mert a kereskedő is az ETF helyett azt mondta, hogy Ethereum. De a Bitcoin ETF-ben ugye 4 milliárd dollár áramolt be, és utolérte az aranyat, ezt majd mindjárt megnézzük, nagyon-nagyon frankó, utolérte az aranyat, és ezzel a második legnagyobb ETF lett Amerikába. A második legnagyobb ETF lett Amerikába. Szóval nem az van, hogy ott kullog a sor végén, hanem utolérte az ezüstöt, már csak az arany van előtte, és a második legnagyobb ETF. Első az arany, második a Bitcoin ETF, és utolérte az ezüstöt. Úgyhogy azt gondolom, ez mind-mind elképesztő, és megkoronázza azt, hogy a Bitcoin egyébként 15 éves. Jó! Közben benyújtanak más bitcoin ETF-ekre, tőkártételes ETF-ekre, meg fordított ETF-ekre kérelmet. Az ethereum van egy upgrade, ami nem teljesen jól ment, de aztán végül minden rendben lett. A, volt egy kis platform, amit megkekkeltek, valamint az EU-ban kicsit szigorúbb lett a kriptoszabályozás. A kriptocégek számára, akik ugye kriptóval foglalkoznak, ekközben Kínában összeülnek, egy munkacsoportot hoznak létre a Metaverse fejlesztésére, a Huawei, a Tencent és az End Group. Az End Group az, nem is tudom, az End group talán az End Groupban van az Alibaba, vagy a Tencentben nem vagyok benne biztos, de ezek a legnagyobbak. Super. Oké, okay, arról, hogy megelőzte az Ethereum ETF-et, itt már beszéltünk, ezeket mind lehet jönni és szépen megosztani. Újra posztolás magyarul. Na hát a Forbes nemrégiben azt írta, hogy az NFT-k meghaltak, miközben, hogy itt azt olvassuk, hogy 3.282 milliárd dolláros piac lesz az NFT 2027-re, és valójában az NFT mindent, hol ott lesz, a kreativitás, az innováció minden nft által lesz kifejezve, úgyhogy ennek is mehet egy kövér like, meg egy újra poszt. Jönnek a launchpadek ugye valójában a launchpadek segítenek a projekteknek pénzhez jutni, bekapcsolják a közösséget, elvégzik ugye a projektek átvilágítását, és ugye mint egy ilyen hub szolgálnak, likviditást adnak a projektekhez, és segítik a beintegrálásukat is, és egyébként egy ilyen jellegű hubbal nem sokára meg fogunk téged ismertetni, mert van egy ilyen hub, egy ilyen launchpad hub, ami hamarosan indul, és ugye látjuk, hogy a Satoshi VM, akik részt vettek a Satoshi VM projektbe, 300%-ot csináltak pár nap alatt, úgyhogy elképesztő, gratulálok. Na, nézzük, hogy ebben a konszolidációban a Gold Cryptos eh, mire szavaz, Ethereum ökoszisztémára, ezen belül is Arbitrum, Optimism, Blur, ugye mi a, egy NFT piac olyan, mint az OpenSea, valamint az Ethereum name szerver, amiről múltkor Vitali Buterin is beszélt és eleve megugrott, és most ebben a korrekcióban ő azt látja, hogy ezek a legjobb vételek. Na, kicsit zoomoljunk ki, ez Kevin svensson van, a Bitcoin parabolikus emelkedése elkezdődött, és látjuk, hogy túlfeszítetté vált ez az emelkedés, ideje egy visszatesznek. Az, hogy ez most 34 ezernél lesz meg, vagy, vagy 38 ezernél, és ott konszolidálódunk, meglátjuk, minden esetre itt az ideje egy alacsonyabb egy magasabb mélypontnak, ezt úgy hívjuk, hogy higher lows, egy magasabb mélypontnak a csártom, mert nagyon túlfeszített volt az emelkedés. Na hát melyik fázisban vagy jelenleg a kriptopiac? Az egyesben vagy a kettesben? Ez a Pantera Capital-től van, aki a legnagyobb bitcoin befektető, illetve a legnagyobb kriptopiaci befektető, és látjuk, hogy itt az első fázisban mennyit szoktak csinálni a bitcoinok -ok és az altcoinok. -ok. Szerintem még az egyes fázisban vagyunk, de kérlek írd be a csetbe, hogy te, hogy gondolod, hogy hányadik fázisban vagyunk. És látjuk, hogy a teljes növekedés a bitcoinnak az első, az előző ciklusban 23-szoros volt, amíg az adkoinoknak 35-szörös, szóval elképesztő számokat látunk itt. Ennek is mehet egy lánk, és természetesen egy újraposztolás. Na hát Kálló is azt mondja, hogy ez az esés, ez most egy ajándék, hogy be tudjunk vásárolni, tudjunk akkumulálni, tekintsünk előre, mert itt még csak az elején vagyunk. Itt van egy érdekes csárt, ami az rsi mutatja, hogy a, ugye, amikor átlépi a Bitcoin relatív erősségi index a 70-et, ugye ez az alsó von, ö, részen látod, akkor ugye mindig van egy, egy korrekció, illetve hogyha többször próbál átlépni, akkor ugye egy masszív bika piac, de akkor is a, a bika piacban is vannak korrekciók. Az a gond, ha utána nem tudja átlépni, persze nem egyből kell átlépni, mert lehet egy pár hónapos konszolidáció, Na, ugyanúgy igen, ez a korrekció felhamozása szolgál, drámaian megnőttek a short pozíciók száma, és ugye bármikor jöhet egy korrekció, és ez a shortok kirázásához vezet, és korábban is a shortokat háromszorosan túlfizették, azaz elképesztő prémiumot kaptak a short pozíciókért. Ugye itt van a grayscale kiáromlás, ez most az első hat napban csak itt a csártom, de látjuk, hogy mennyi volt a beáramlás, mennyi volt a kiáromlás. Látjuk, hogy nettóban 1,1 millió volt, bruttóban egyébként, hogyha kizárjuk a, a, t akkor majdnem 4 milliárd dollár, szóval áramlanak azért szépen be a ETF-ekbe a pénzek. Lukoncsén is azt mondja, ki mennyi, melyik bitcoin ETF mennyi bitcoin tart, a Grayscale Bitcoin Trust 566 ezer darabot, míg az iShares, ugye a BlackRock-é már 33 ezer, Egyébként el fog jönni az a nap, figyeld meg, amikor a BlackRock megerőzít a grayscale -t. el fog jönni, és nem úgy, hogy a Grayscale lemegy nullára, vagy lemegy, nem tudom, 50 ezerre, hanem úgy, hogy a BlackRock fog följönni arra a szintre, és persze a többiek is szépen jönnek, Fidelity is. A Fidelity lézer t változtatott magának, de végül megyünk a, a híreken, és ezt megnézzük, azt hiszem, a Fidelity volt. Na, Ugye tegnap is beküldtek még 15 ezer bitcoint a Coinbase-re, a Grayscale-nől, szóval ment az eladás, betöltetett a CME-be ezt megnézzük a saját csártunkon, illetve itt vannak frankó sztékelési lehetőségek, a Pit network is nagyon jó sztékelési lehetőség van Szolanán, ezekben a konkrét tartalmakkal a patreon jövünk. Itt ugye arról beszél a Tech Talks Macro, hogy amikor a, az amerikai piacon, illetve az egész világpiacon a likviditás, azaz a monetáris lazítás elindul és pénzbőségű, elképesztő dolgot látunk. A maga az US dollár, az amerikai dollár stablecoinokban ugye felmegy a piaci kapitalizáció, és látjuk, hogy igazából ez csak most indult meg. Ez most indult meg ne, nemrég, valójában a szeptembertől indult meg a, a, a dollár stablecoinok market capje, és látjuk, hogy mekkora meredek emelkedés tud jönni úgyhogy október óta több mint 10 milliárd dollárral nőttek meg a stablecoin market cap -ek. Ez ugye azért kell, mert a befektetők nagy része így érkezik be. Na hát a bitcoin chart ezen olyan, mint egy cunami, persze a cunamiban is, a cunami tetején is van egy-két hullám, úgyhogy látjuk, hogy mikor vagyunk túlvet, vagy éppen túl adott időszakban, hol van az ár, ugye most még éppen a, egyáltalán nem vagyunk túl adott időszakban. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a Bitcoin profitok vagy megtérülések a ciklusonként. Látjuk, hogy még a legutolsó ciklusban is ez a 20-szoros, ugye ezt előbb is láttuk ott egy másikon, attól függ, hogy hol mérjük, gondolom itt az aljától mérték, a measure from cycle low to high, azaz a ciklus legajától a legtetejéig, úgyhogy a, itt 20-szoros emelkedés mutat nekünk, ehhez képest most csak 150-szeres emelkedésben vagyunk, úgyhogy ez nagyon tetszik, ha rámész jobb egérgomb, le tudod menteni kép megnyitás vagy képmentés, úgyhogy menj le bátran. Egy másik érdekes, a különböző ciklusok, ugye a kék a 2015-ös, a piros a 2018-as, míg a fehér a 2022-es ciklus, hogy hol vagyunk most, látjuk, hogy valójában még csak itt vagyunk ebben a ciklusban, és ugye a java része még most fog következni. Ennek is mehet egy like és egy megosztás. Super, Ultron-Scan, uh, updated van új funkciókkal, ugye ezt bejelentették a nagy rendezvényen, Dídot dotfy pedig szerintem jövök egy új videóval. Az a lényeg, hogy uh, mindenképpen vigyázzatok, mert a d file, uh, nevében már e-maileket küldözgetnek, semmire ne klikkelj rá, szerintem ki fogok tenni egy videót, hogy hogyan kell uh, klémelni azt, amit uh, ugye vettünk a launch során. Super, menjünk tovább, fontos, hogy uh, lesz ma egy grátis webinárunk, ennek megtalálod a posztját egyébként itt a telegramunkon is, ki van pinelve, látjuk, hogy itt volt egy kis csártólás, sziemiget betöltődött, a Patreonon frissítettük a trade setupot, 7%-os pluszban van a short -pozing. látjuk, hogy itt sikerült elkapni ezt a shortot, erről vasárnap update illetve szombaton. szombaton készült az update a Patreonon látjuk, hogy itt van a mai Web3 Gaming és Metaverse webinár. Egy induló projektet fogunk bemutatni, ami szerintem az idei év top gaming és metaverse projektje lesz. Már nem is tudom, három vagy négy éve fejlesztik, elképesztő jó csapat. Rengeteg partnerrel, rengeteg tőzsdei listázás fog jönni, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas projekt lesz bemutatva, és ebben a projektben így a CryptoMinds közösség tagjainak, van módja részt venni még az indulás előtt, de erről majd beszélünk a híváson, úgyhogy gyere, nézd meg ezt a projektet, mindenképpen érdemes e, nyomon követni, e, és a héten még lesz több webinárunk. Itt alul iratkozz fel ezen a korionio linken, mert akkor kapsz e-mailt is a webinárokról, egyébként most ennek itt kitettük a linkjét, úgyhogy várunk. Érdemes megnézni a pinelt üzeneteket, úgyhogy e, Hiába az oldalazás, lecsorgás, beléptünk a Bika ciklusban, úgyhogy nézd meg a pinelt üzeneteket, valamint a a videó leírásában, ott van rengeteg link, a, például a Telegram csoportjaink linkje, az egyéb Telegram csoportjaink linkje, ahol a különböző projektekről beszélünk, a webinár linkje, úgyhogy mind-mind ott van, ezeket gyere, nézd meg, itt tudsz egyébként feliratkozni a webinárra, szóval jössz, lefele görgetsz és megadsz egy nevet, vagy becenevet és egy e-mail címet, a webinárt ugye Zoom-on tartjuk, és a Zoom linket így e-mailbe tudjuk neked kiküldeni. Szóval, Bitcoin chart, napi charton nézve, látjuk, hogy így itt e, terveztünk egy longot, a, ezen szintnél e, viszont ugye lefelé törtünk, a, a csatorna tetén egy shortot e, nyitottunk, az megtörtént, szerint szóval a longot zártuk, a short nyitva maradt, illetve a longot én személy szerint nem zártam, mert én hedgelek, és van olyan longom, ami jóval alacsonyabban van megnyitva, úgyhogy e, így viszont ahhoz nem e, adtam hozzá. De azt gondolom, hogy a következő támasz szintük, ugye megnézzük ezen a csáton, akkor 37.800, alatta pedig 35600, ezeket a szinteket nézem. Itt már részlegesen ebben a sorban azt gondolom, hogy érdemes realizálni, valamint a következő szint ez a 37800, 37900 lesz. Elképzelhető, hogy itt lesz egy megállás, és meg is fordul az árfolyam, viszont az is benne van a pakliba, hogy lejövünk egészen 35600 és ott várható trendforduló. Én szerintem lejjebb nem fogunk jönni. Ugye Ketty Wood már veszi a bitcoint, szóval azt gondolom, hogy, hogy itt, a, akár az itiek kapcsán, akár a befektető érdeklődő kapcsán, én nem látom azt, hogy nagyon 35 ezer dollár alá bejöjjünk, egyébként még 34 ezer dollár is mondjuk egy olyan támasz, ami meg lehet. Ekközben ugye ez a CME Gap, ez nem más, mint a Csikágói Árupiaci tőzsdén, ahol egy ilyen Bitcoin futures-el lehet kereskedni, csak munkanapokon, hétvégén nem, és ugye CME Gap akkor képződik, amikor, amikor, ugye pénteken bezár a piac, hétvégén ugye Bitcoin a többi piacon folyamatosan kereskedve van, soha nem áll meg a Bitcoin kereskedése, a CME viszont megáll, és hétfőn ugye magasabban nyitott, képződött egy úgynevezett rés, és ez a rés jelenleg betöltődött, lejött ideig az árfolyam, általában ezek így beszoktak töltödni, picivel lejjebb is beszóltunk, de ez semmi baj nincsen. Úgyhogy, ha még megnézzük ugye az egyéb csártokon, akkor nézzük, hogy a mozgó átlagoknál, 100 napos mozgó átlagnál vagyunk, 200 napos mozgó még elég messze van, az 33.004, Ugye ilyenkor nem ritka az, hogy akár egy bika piacban a 200 napos mozgó átlagot visszateszteljük. Szóval Semmi baj nem lenne azzal, hogyha 200 napost visszatesztelnénk, viszont mivel ennyire parabolikus volt az emelkedés, ezért, ezért ugye nagyon messze kerültünk a mozgó átlagoktól, de legalább a 100 naposnál már itt vagyunk. Lehet, hogy a 200 napost úgy fogjuk elérni, hogy lejövünk erre, erre a 35.500-ra, és a mozgó átlag addig oda fog érni. A rosszabb esetben azt gondolom, hogy 30-40 akár lejöttünk a mozgó átlagra gyorsan is, de én ezt kevésbé látom, szerintem lejövünk és itt lesz egy konsolidáció a mostani szint és 35.500 között, és valahol ott lesz majd trendforduló. Nem biztos, hogy egy ilyen bulis ingolfing gyártyával fog megfordulni a trend, mint ugye itt novemberben meglátjuk, azt gondolom, hogy érdemes figyelni majd a gyártya formációt is, úgyhogy ezekkel az elemzésekkel jövünk a Patreonra. Ettől függetlenül azért volt nagyon szép trédjeink. Például a Solana-nál volt készülőben egy trade setup, ami egyébként nagyon ö, jól tudott volna ö, nekünk hozni, de egyelőre ez nem indult el, mert ugye nem volt konfirmálva a kitörés. Viszont azt gondolom, hogy érdemes figyelni a csártot, mert bármikor, hogyha a piac pattan, akkor nagyon gyorsan ezek a trade aktiválódni fognak. Jelleg, ugye, az altoknál short trédeket nem indítottunk, viszont a bitcoinnál igen. Egyébként itt egy horizontális támaszhoz ért Solana, ami például nekem hosszú távra vétel, úgyhogy lehet, hogy egy kis USDT-ben megyek és be fog tankolni egy kis szolanát, hamarosan lére erre a szintre. Jó, hol tudod ezeket a, a trédeket e, lekövetni? Ezeket a Patreonon, a Cryptominds Proban tesszük közzé, itt minden héten van egy technikai elemzés, ami általában 50-60 perc, beszélünk a piacokról, dollár erősség, tőzsdék, arany, bitcoin, bitcoin dominancia, bitcoin sortok, longok, és kb. 20-30 altcoin csártolunk, nézzük végig, és ugye ahol van trade setup utána, azt te el tudod indítani. Itt tesszük közé a fundamentális elemzéseket, ahol egy-egy projektet nagyon alaposan átnézünk, itt tesszük közé az airdropokat lépésről lépésre, most általában hetente két-három erdropot teszünk ki, és ugye arra készülünk, hogy ezen airdropokkal, erdropokként air több ezer dollárra tegyünk szert. A Solana erdropnál hamarosan azonban a Jupiter erdrop aktuális, illetve a Linának most volt az egyik uh, uh, határidős feladata, de rengeteg-rengeteg csőbe lévő erdrop van, amit dolgozunk fel, úgyhogy gyere. Valamint a stékelés, farmolás, uh, launchpadek, hogy hogyan, uh, uh, hogyan jussunk olyan projektekhez, amiben ez a 10-szeres, 50-szeres, 100 lehetőség benne van. Ez is itt fog elindulni. Valamint jelentem, a 10-szeres portfólió kezd összeállni, a 100-szorosra még várni kell egy hetet, mert rengeteg adatot kutatunk, megvan a, a, a researcherünk, ugye a kollégánk erre a tevékenységre is, és jelenleg a megbeszélt paraméterek szerint mennek a projektek előszűrése, viszont a tízes, amivel 10 szerezni szeretnénk, ugye az egy sokkal konszolidáltabb portfólió, azzal szerintem a héten kifogunk jönni, és itt a CryptoMates próba fogjuk ezt közzétenni. Jó, addig azt gondolom, hogy ez a lecsorgás nekem legalábbis, akinek nem volt ideje ebben a nagy e, raliban vásárolgatni, e, tökéletes arra, hogy e, tudjunk bevásárolni. A Bitcoin kapcsán Eleve erre számítottunk, hogy elindul az ETF. Én arra számítottam, hogy nem lesznek olyan jók az adatok, és azért fog beesni. Egyébként az adatok most jók, hanem azért esik, mert a Grayscale ad. Szóval az az, a, az előrejelzésem, hogy esni fogunk az ETF után, az bejött, csak az nem, hogy miért. Mert én azt gondoltam, hogy azért fog esni, mert nem adtak el annyi ETF-et. De egyébként bruttóban eladtak több mint 4 milliárd dollár ETF-et, ami jóval a várakozások fölött van, meghaladta az ezüstöt. A több többet tart a Bitcoin ETF, mint az ezüst. A második legnagyobb a Bitcoin ETF, ezt már előbb elmondtam. Szóval azt gondolom, hogy amint a Grayscale kapcsán a, akár az FTX, akár más miatt ez az eladói nyomás megszűnik, ami szerintem hamarosan megfog, egy-két nap pot sejtek én, akkor szerintem a piac meg fog fordulni, és igazából az ETF-eknél akkor fogunk majd csak beáramlást tapasztalni. Úgyhogy gyere bátran, találkozunk a Telegramon, gyere, találkozunk a Patreonon, valamint ugye a Twitteren, ahol mindenféle egyéb dolgot tudsz követni, illetve ö, tudsz megosztani, úgyhogy várlak szeretettel egy fantasztikus, sikeres hetet, és bízom benne, hogy a következő videóban zöld napom lesz, és a piac is be fog zöldön, úgyhogy találkozunk a következő videóban. A mai ö, Zoom webinárom, a Web3 Metaverse Gaming fantasztikus lesz, úgyhogy gyere, 7 órakor kezdjük a webinárt, találkozunk, a linket mindenképp, ha még nem találtad meg, akkor lehet, hogy beteszem ide a videó alá, de egyébként meg megtalálod itt a Telegramon, úgyhogy gyere, itt van a Zoom linkje, illetve ha feliratkozol a webinára, akkor e-mailen is megkapod. Szia, legjobbakat addig is!